Cső mindenkinek, én Gergő vagyok, és ez pedig itt a Hangé csatorna, és most lehet, hogy nagyon sokan nem fogtok szeretni, akik a Need for Speed Unboundot nem kedvelik, de beszélnünk kell. Ugyanis tegnap volt egy ilyen elvetemült ötletem, hogy este így live után mondom, egy kicsit Need for Speed Unboundozok, ilyen fél egy környékén, négyig nem bírtam abba hagyni, úgy kellett bazdmeg kirángatnom magamat a számítógép elől, mondom, bazdmeg valahogy fejezzük be, valami legyen, mert mondom, nem bírom, csak még egy verseny. Az a én kis sztorim az, hogy amikor kijátszottam a Need for Speed Unboundot, utána az online-ba bele-bele néztem egy-egy ilyen órára, hogy elmondtam több videóban is, hogy vannak ezek a zöld eventek, mekkora baromság, nem az én világom, inkább gyerekeknek készült, hát gyerekek. Nem tudom, hogy fogalmazzam meg azt, hogy valami rettenetesen jó. És hogy mennyire beszippantott. És nem tudom megmagyarázni magamnak, hogy azért szippantott be, mert rengeteg minden jött be. Rengeteg update jött a játékhoz. Vagy én nem tudom, hogy miért, de annyira fanok ezek az online versenyek. Annyira fan, amikor elmész erre a zöld eventre. Most nem tudom, hogy oda tudunk-e egyáltalán érni, kijelölöm. De maga a vezetés is tök jó lett a játékban, vagy hát nem tudom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy változott egyáltalán. Inkább azt mondanám, hogy ha megnézitek a beállításokba, a handlingnél ugye itt tudjátok a gripre rakni, felrakottok minden, traction control on, drift entry off, és olyan szépen lehet menni a kocsival, hogy hihetetlen. Most is megjön egy verseny, nyomtok egy entert, legszívesebben rányomnék most is, mennék egy online verseny. Sőt, tudjátok mit? Nézzük meg ezt, ugyanez a videó témája. Tegnap éjszaka már voltak ilyen 8x8-as versenyek, most lehet, hogy nem fog senki csatlakozni, mert a sessionben mindenki csinálja azt az eventet, úgyhogy lehet, hogy ketten fogunk menni. Minden esetre minimum érdekes lesz belenézni, hogy mennyire lehet benne normálisan menni. Ugye kiválasztunk egy autót, na például ezzel a kocsival én mentem több versenyt, és sehogy nem lehetett vele menni, csak a baj volt vele, úgyhogy most én azt mondom, teszteljük le, nézzük meg, hogy mennyire működik. Át lett állígatva az autó, remélem, hogy menni fog, mondjuk nem ez a legjobb választás, de mondom, hogyha megvannak csinálva, talán, hogy olyan... Igazából én azt hittem, hogy mivel nem játszok sokat, és nem annyira könnyű benne az irányítás, csak utolsó lennék. Mondom, nem streamelem, mert minek, mert annak nincs értelme, hogy folyton kikapok. És azt is belépek, és volt, hogy az első versenyen első lettem, a második versenyen, nem is tudom, hogy ott hanyadik, de a végén második lettem 8-ból. Mondom, ilyen nincs a világon. Annyira feelingesek ezek a versenyek, hogy én nem tudom, és ráadásul kapod a lóvét. A legszebb az egészben az, hogy folyamatosan kapod a lóvét. Tehát, hogy akkor is kapsz pénzt, hogyha utolsó helyen végzel. Tök jól lehet benne menni, ha be van álligatva az autó rendesen, akkor szerintem teljesen jó. És mondom, ez a McLaren, ez messze nem egy jól vezethető kocsi. Tehát ez ugye ezt mindenki megkapja, aki játszott a játékkal, tehát ez most mindenkinek megvan, ez az a tuninggal. És tényleg, nincs semmi ilyesmi, hogy ez... Nem akarom fényezni, de egyszerűen zseniális lett. És lehet, hogy levernek, mert közben beszélek, meg videót készítek, de mégis, ha megnézed, tudom tartani a tempót. Tehát nincs arról szó, hogy itt a legprofi... Nincs olyan, hogy valaki annyira vérprofi lenne, hogy szarrá alázzon. Mert egyszerűen nincs. És tök fej-fej melletti küzdelem van. Élvezhető, zseniális. Na igen, itt ki tud törni egy kicsit, ez mondjuk probléma. De nem, figyeljetek, vezetés szempontjából, és annyira utáltam ezt a kocsit, és annyira nem lehet vele menni, minden kanyarba keresztbe állt. Egyszerűen, de teljesen 90 fokba betörte a seggét, és egyszerűen kiment a fűre, meg minden, de mondom, így beálligatva, annyira jól lehet vele menni, meg a végsebessége is jó. És nem ez a 6000-rel megy, meg semmi, normális tempóban, kényelmesen, és maxos a kocsi. Szerintem nagyon rendben van. Csak meg kell nyerjük a versenyt. Szóval tessék, láthatjátok, random bejöttem egy versenyre. Nem játszottam a játékkal az elmúlt... Szerintem konkrétan a megjelenés után, mikor sztorit kivittem, annyi játékom volt ebbe a játékba, hogy bemutassam nektek
az új érkező autókat. Tehát, hogy csak kihoztam, feltuningoltam, eladtam, hogy legyen pénzem, és ennyi. Tegnap 3 órát játszottam, most beléptem ide nektek, hogy nézzük meg, hogy milyen. Bejövök, első versenyemen megnyerem. Oké, hogy ketten megyünk, de mondom, tegnap 8-an mentünk, és 8-ból én lettem a második. Az elsőt nem bírtam megfogni, egy-egy másodperccel voltam lemaradva, szerintem az ő kocsia jobb volt igazából, ennyi, mert az az autó szerintem egy tök jó kezelhető autó lehetett. És így ennyi, de nézzétek meg, bazdmeg, csak belépsz, osz bam. Úgyhogy gyerekek, véleményem a következő, aki már nagyon régóta nem játszott vele, vagy még nem próbálta, a jó beállítások mellett, a jó handlingek mellett, már amennyire lehet handlingelni a kocsit, mindent így összevetve, ez a játék zseniális, és tessék vele játszani, mert baszik, jó, és az a jó benne, hogy kapsz egy csomó pénzt. Szóval, ha utolsó vagy is sok pénzt kapsz, meg akkor is, hogyha első vagy. És mivel úgy gondolod, hogy ez nem jó dolog, de baszik meg jó dolog, mert akkor is tudsz tuningolni, és ha nem leszel első, akkor elmész, és veszel egy másik autót, és tuningolsz, és nagyon hamar összelel benne szerintem több százezer pénzt, vagy dollárt, vagy nem tudom ebben most mi van. Szóval lehet pörögni, úgyhogy pacsi mindenkinek, én ezt a versenyt itt hagyom, nézzük meg, hogy megyek, úgyhogy jók legyetek, gyerekek, pacsi mindenkinek, sziasztok!